van egy újabb régi, új vendégem, aki megérkezett most hozzám. Visszahozta a szerelmemet, a régit, amivel már gyerekem óta olyan típussal kapcsolatban vagyok. Hogy ki is az, meg mi is az, mit hozott vissza, mindjárt akkor megmutatom nektek, csapjunk a közepébe, milyen nap van ma? Nem tudom. Én is hajnalig voltam. Csütörtök. Csütörtök, igen, csütörtök. Itt van mellettem, aki egy kicsit megosztó ember, a Laci. Sziasztok. A Spitzóné is. Sziasztok. Laci bácsi, újra itt van nálam, visszahozta a Warburgot. Hogy viselkedett? Tökéletesen. El kell mondjam neked, hogy tökéletesen. Egy városban használtam, mentem vele több mint 1000 kilométert. Jó. Ott csak a környéken, picike, hibátlan. Értem. 50 lóerő ebben a 900 valány kilós kaszniban, tökéletesen elég. Nagy csomagtér, kényelmes, és úgy, hogy nem andalogtam a külső sávban a városban, tartottam a városnak a ritmusát, nem mértem fogyasztást, nyilván a kétütemű motor az többet fog fogyasztani. 9 tél, akkor se fogyasztani. Nem mértem, hogy mennyit, megkaptam mindig a megfelelő olajat. Ez mindig pöcre indult, hibátlan. Laci eléggé erotikus vagy exotikus fiszkó, mint tudjátok, ha nem, akkor ő Indiába élt 30 évig. Csak 5. Csak 5? Akkor már ezt is tudjuk. Viszont még a Warburgot is pervez módon használja. Egyébként ilyen banános illatot éreztem, amikor jöttél a temetőnél. Igen, pontosan. Banánillatú olajjal használjuk, mert én lent a teremgarázsban tartottam a ház alatt a Warburgot, és amikor beindított szivatóval, áll a füst, mindenhol áll a füst, és hát én nem akartam, hogy megint a szomszédsági Matrixnak a segjükkel legyek. Úgyhogy ezért kaptam a talajshop.hu-tól banános, meg epres olajat, de hagyok itt nálad is. Ó, köszönöm szépen! Hagyok itt nálad is. Akkor a lányom is fogja élvezni, meg fogja kedvelni a Warburgot. Igen, ő úgy jött, hogy még majd vonattal fogom visszavinni a Nyékrádház a csatlakozással, akkor van neki majd 2 óra hosszája, elgondolkozza, hogy miben is ült, meg mivel megy vissza. Viszont a tegnapi nap folyamán ért olyan boldogság nekem, amit vele is, hogy meg kell, hogy osszam. Kinyitom el ezt a kurva ajtót, mert kibaszott meleg van, mert ez a melegség, ez engem is átjár. Hát tegnap is jelöltél, hogy szinte meleg rekord volt. Megdőltek a meleg rekordok. Igen. Sopron azt hiszem, meg még van. Igen, nálam is megdőlt a rekord, mert olyan dolgot vettem elő, ami már 2004, tehát majdnem 2006-ban került a családhoz. Ez egy nem mindennapi autó, hát ez sugall eleganciát, tehát ez tulajdonképpen a világ bármely pontján azt a járművet ismerik, és első 2 évben még úgy használtam, és utána nagyon ritkán elő volt véve, lehet támaszva, de amikor elővettem, akkor nem működött tökéletesen. Ez pedig az az autó, amit mostanában elő fogok venni. De most Laci barátomnak is megmutatom izgalommal, hogy mit is csináltam tegnap hajnalban. Hát nagyon kíváncsi vagyok. Ő az. Nem mondom. Igen. Elővetted? Elővettem, igen. Ó, a mindenit. És a dolognak a pikantériája az, majd elmondom mindjárt neked, hogy milyen is. A Verda, ez egy V8-as motorral szerelt, egy álom limuzinusban van, és ezt mindenféleképpen meg kell, hogy mutassam, mert a dolognak a története az, hogy ez egy V8-as motorral szerelt injektoros. A lényeg az, hogy az injektorok tönkrementek benne, Gede Laci segített ebbe a dologba elindítani, ez vagy húgyozik, vagy nem megy, vagy befolyik, vagy nyit, vagy nem nyit. És ezeket a Nagy Pista barátommal, tehát Gabi kiszedte, felújítottuk, visszament, és viszont a dolognak az volt a mondani valója, hogy ez már szét lesz szerve, vagy 2 éve. És részét Gabi összerakta, a következő csövezést meg én matekoltam ki éjszaka. Hogy az eredményről, hogy mi is jutott ebbe a dologba, most akkor megmutatom nektek. Meg neked is, Lacikám. Csak felhajtom a... Hallod, ez barna. Igen, felhajtom a...
felhajtom a ponyvát, és majd a hátsó kipöfögőhöz menjél, légy szíves. Adj ide a kamerát. Tessék. Hát ezt sikerült összerakni, és nagy boldogság van bennem, és ezt az első örömet a Laci barátomnak tudom megmutatni, úgyhogy tudjátok róla. Azt a mindenit. Ja. És barna. Igen, igen. Jaj. Ami még kicsit zúg a szervószivattyú, mert valószínű, hogy falsol szív, és akkor levegőt kap be magába, azt kell majd a szimmeringet kicserélni nála. Tudom, hogy a Pista barátodnak nagy buzija a Mercedesnek, úgyhogy egyelőre még ezt nem mond meg neki, de mire felkerül a netre, addigra már lesz még ennek a dolognak egy folytatása, és hogyha majd kipróbáljuk, meg menni fog, akkor majd meglepem vele. Roskó Gergely, aki fent Encs környékén Mercedeseket javít, a Vályi Pistával nagy haver. És akkor őtől tudtam meg, hogy Pista nagy Mercedes buzi. Mondom akkor, Pista, akkor megengedlek titeket, de nem kell kamera, nem kell semmi. Csak így együnk, ígyunk itt a tank a lánca mellett, valamit főzünk. De végül is jöttetek csomóval, három kamerával, és akkor ebben a dologban, lakóautóval, és ebben a dologban meg tudtam önmagamat tartani, nem lett ez a dolog túltolva, nem lett alultolva, megjátszva azt a hiteles dolgot tudtátok bemutatni, amit is van valójában, és ezáltal maradt meg köztünk ez a jóbaráti iszony. Bizonyám, bizonyám. És ezt a dolgot mindenki kérem fogadja el, hogy én vagyok én, őket azért szeretem, mert nem túlják túl, meg hogyha amikor jön ide Pista, akkor elfogadja, hogy itt a dolog, itt az idő megáll, és itt innentől kezdve el kell engedni azokat a dolgokat, amiket ő kitervez vagy szervez. Ő ezt elfogadta, úgyhogy ezek után a Spitzonis társulatot is bármikor szívesen látom, szívesen adtam nekik oda a Warburgot, tesztre, és örömmel mutattam meg az első indítást az én Laci barátomnak, amit majd Pistám, ha neked is majd fogod látni, ha lesz időd, akkor megnézed ezt a közös videót. Majd hamarosan jövök, most csinálunk mást. Hello! Sziasztok! Útnak indulunk, a banános, várj a kamerát, megigazítom, a banán illatú Warburggal, Nyékli vasútállomásra, mint régen azt szokott lenni, hogy busszal felmennek Nyéklátházáig, onnan pedig mindig vonatoznak. Ez volt régen, de majd erről az élményről majd beszélek máskor. Most élvezem a két ütem hangját, meg a banán illatát. Engedd meg. Próbálj. Kicsit mozdul, és engedd el a kuplungot. Állítani kell rajta. Idegen van. Várj, arra gondoltam, hogy ez a fölgurul. Most? Várj, még nem merem, akkor megállunk. Jó. Nincs. Jó, nem baj. Állítani kell rajta. Állítunk még rajta. Jó.
Nem erőltettem. Fűtésbe van kapcsolva? Természetesen. Vigyázzunk a hengerfejre. Igen. Kimélő üzemmódba. Hello, siketelem. Milyen jó lett az út, hallod? Hát figyelj. Nem még bírja sokáig. Hiányozni fog. De nem baj, majd jövök aztán. Ennyi. Megcsinálom, valamelyik szaromat, akkor majd jöhetsz játszani. Figyellek? Ezt inkább a nézőknek mondom, hogy ha ti is ki akarjátok próbálni, akkor itt a Tóninál van rá lehetőség. Gyertek és mindenkinek ajánlom a két üteműzést, ameddig még Réta nem lép mindenkinek a torkába. Csodálatos dolog. Beérkeztünk egyébként a vasúti csomópont egyik városába, a keleti blokkba, Nyéglát házára. Sofőröd? Igen, a sofőröm. Fehér Senna? Igen, ajtó Senna. Ajtó Senna. Igen. Itt majd lesz egy Y-os találkozási pont. Igen. Itt pedig Miskolc és Orlott felé kell majd csapnod. Ja. A három hengert, két ütembe. Már segítek jobban tájékozódni, hogy minden rendben van-e. Nem jön semmi, csak a vasúti átjáró majd jön valaki. Igen. Hát ezt elengedem. Ezt a szart, ezt engedd el. Bocsánat, Opel, vagy Renault. Még mindig jó vagy. Itt majd jobbra. Itt? Nem, majd ott jobbra. Igen, vasútállomás ki van írva. Ja, aha. Ja, jobbra, igen. Diszgráfiás vagyok, és soha nem tudom. Nem hogy... baj, egy húzós kettes. Nagyon jó. Nem négyes, kettes. Igen. Sose voltam még a Nyéglátházi vasútállomáson. Most leszel. Most megközelítjük más üzemmódból a Nyéglátházi vasútállomást. Nagyon sokat kirándultunk, akkor mindig ez volt nekünk egy átutazási csomópont, de most más formában fogjuk ezt a dolgot visszatekinteni. Ők is mennek, kirándulnak, itt jobbra csapva, van hely, hogy meg tud fordulni. És... Aha, igen. Valahova ide álljak meg. Igen, valahova letámasztott a Verdát. Keresünk árnyékot. Igen. Ott szerintem ott a hűvösbe feltudott, még vissza is tud gurulni. Szerintem ott a lükve. Igen. Hogy tudjátok, hogy az autótokban nincs lükve, az titeket ne fogjon meg. Lassi ezt már átélte, tudni fogja. Így is van. Na. Megnézzük akkor a vonat mikor indul. Jó. Jó volt. Nagyon-nagyon jó volt. Majdnem két hónapig volt veled. Igen. De már hiányzik, szeparációs szorongásom van. Jaj. Pedig nincs benne klíma. Az előbb megcsípett egy darázs, de még az is hiányozni fog. Kösz mindent, Vargul. Ma kitalálunk akkor neked egy következő élményautót. Jó. Kicsi vagyok rá. Többen járnak. Megnézzük itt. Hát igen. Most visszahozzuk a 80-as éveket. Hát Magyarországon valamikor igen. Indiában ültem vonaton, ott kellett, de... Hú, Istenem! Istenem, mi nem változott az elmúlt 30 évben.
Ahol nem kell átszállni, olyan nincs. És hova, hova megy még Budapestre vonat? Jó, köszönöm. Akkor indul. Most ment el. Ne a kurjam van fel. De nem baj, de biztos lesz valami. Egyébként sűrűn jár ilyenkor, azt hiszem. Ó, bazd meg. Nem baj. Várjál itt át. Na, figyelj. Induló vonatok. Hány óra van? 11.48, 11.42-kor ment el egy... Ez csak füzes a banyékben, nem? Aha. Ebben füzes a banyékban lesz átszállás. És honnan lesz átszállás? Füzes a bany. Igen, megy nem sokkal, 12... Hát 11.57, ez Miskolc, 10, akkor ez igen. Nem az az irány. 13 Miskolc. 12.40. Füzes a bany, 12.42. Van az, amikor az ember beszél, meg kérdez. Látom. És akkor először, ó, elment a busz, akkor összefossom magam, akkor beszarok. Nem. Van megoldás. Egy kedves hölgy, információt, nem sokkal jön a vonatpótló. Akkor az a vonatpótló busz, akkor meg is várjuk, hogy élvezünk akkor. Ezt, amikor a 80-as években leülünk ide a peronra, vagy oda a hűvösre, a hűvös betonyra, azt akkor megvárjuk. Hogy megkeresünk a büfét, és veszek neked egy melbát. Jó. Ha van. Ha van, ha nincs. Bár, látod? Igen. De jó. Én ezt megmondom, őszintén élvezem. De most komolyan mondom. Igen. Be voltam szarvatva, hogyan megyek vissza? Azek hát Indiában vonattal járkáltam meg mindenféle dolgokkal. Várjál. Itt szerintem Zsák utcába futottam. De hány óra van most? 11.51. Itt már 53 van, nem baj. Várjál. Nézd meg a dominóbárban, hogy hát ha van melbakocka. Jó. Megnézzük. Laci barátunk már hány éve vonatoztál? Hát Indiában vonatoztam, de hát az is már vagy nagyon-nagyon régen volt, de itt Magyarországon vonaton gyerekként ültem utoljára. De aztán BKB buszon is szándékosan csak ittasan. Értem. És egy picikét ugye most kétségülés voltam esve, hogy visszahozom a Szent Vardungot, és hogy vonattal megyek haza. Úgy volt, hogy a Pista hazavisz, csak állandóan forgat, és nem tud. Aha. De hát olyan dolgok történnek, amiket nem is vártunk, ennyi. És ez nagyon jó. Igen. Jön vonatpótlóbusz, utána IC-re ülök, jelentsen, gyere, vegyünk ennyi. Arra. Bocs. Utána IC-re ülünk, én még azon nem ültem. Igen. Miért? Hát nem tudom, de biztos, hogy sokkal többet fogyaszt, mint amit ért. Mit a mi Warburgunk, ennyi. Bemindítja, annak az árából felmész Pestre vonattal. Egy légtömegmérő cserébe. Menjünk be kocsmába, addig. Na, nézzük, hogy... Látom a melbakocka, én vagyok, utas ellátó. Nagyon élvezem. Kérdezes. Fú, de jó. Hát ez nagyon jó. Jön a busz. Ne hiszem el. Van a pótlás. Hát ez elkezdtem. Te ültél be volna a pótlón? Nem. De hol a busz megállok? Várjál. Hát, ott itt van a busz megállok. Vagy ide? Vagy ide? Vonatpótló busz. Ennyi. De várjál, nem. Lehet, hogy az lesz az. Rá van írva. Ja. De majd megpróbál. El van. Nem. Ez vonatpótló. Ő a mennyi. Ez vonatpótló? Menjél, akkor szállj fel le, baszki! Ölellek! Puszilom! Na, nagyon szépen köszönök mindent! Beszélünk! Oké! Okay. Ölellek! A söpört is üdvözlöm! Vonatpótló. Jön, megy. Istenem. Hát, egy kicsit meleg van. De azt hiszem, ez a nap egy kicsit más. És azért örökítettük meg. Laci elment, Warburg itt maradt.
majd kitalálunk neki valami másik járművet, amitől egy kicsit más napjai lesznek, amit ma megosz majd veletek. Kövessétek a Speedzone csatornáját is azért néha, nézzetek rám, nézzetek ránk, hogyha hiányzunk. Igyekszünk ezeket a pillanatokat megörökíteni. Megyek meg dolgomban. Hello. Akkor most ezt beindítjuk. Amikor a cicák egyesedőket szoptatja még mindig őket a hűvösen, úgyhogy azért beszélek halkan. Közben olajcsere. Mint mondtam, emlegettük egy pár alkalommal, vírusnak vége. Úgyhogy most már bízunk benne, egy kicsit megmozdul. Csak hát az embereknek ez a félelem, mert ott van, sokan pénzüket elveszítették, munkájukat elveszítették, elfogyott. Viszont mi nem nagy pénzért, hanem úgy csináljuk, nagy örömet kis pénzért, korrekt áron próbálom nektek szerezni. Ma egy pár darab járművet lefotóztam, amit majd Tamás ebben a videóban mellékelni fog. Csak mondom, Warburg, Skoda, Lada Kombi, Mercedes, Latvia, Csepel teherautó, Kisrába, Baba versenykamion, személyre szabott ilyen utaztatás vagy élményvezetést fogok tudni nektek ajánlani, személyre szabva. Megmondjuk, hogy mi fér bele, és akkor elmondom, hogy vagy mennyi lóvéd van, mi fér bele ebben a dologban, hogy tudunk valamit nektek kölcsönösen maradandó élményt okozni. Ha legyen lefotózva, vagy esetleg videóval, hogyha megegyezed, és akkor ezt a dolgot egy összevágom, Tamásnak a csatornájára felkerül, és akkor egy örökre visszatudjátok magatokat nézni. Úgy gondolom, hogy ezeket a járműveket kell mindig kicsit foglalkozni, nem volt benne Rüki. Lasszikám, ne haragudjál, ölellek, te pesti csávó vagy, azt, hogy tudjad, hiába vagy a Spizzó néné, de akkor is az élet a Budapest vége táblánál kezdődik, fogadd el. És Rüki van rajta 10 perc, azt megcsináltam és pattan a váltója, hogy megmutassam neked, hogy milyen Rüki van rajta, hogy élvezed, amikor majd nézed ezt a videót vissza, megmutatom neked, hogy hogy kell Rükit kapcsolni, mert sokan nem tudjátok, nem értetek hozzá, megmutatom nektek, hogy hogy van Rüki, és hogy kell bánni vele ebből a dologgal. Köszönjük. Ennyi. Ez nem lötyög, nem ló. Ez magas. Ez a lükpercet úgy kell csinálni, hogy a sok okos tudja, még egyszer elmondom, magas felehúzod ütközésig, kihúzod,
És feltolod neki. Így. Igen. A Valburga-való vezetés az úgy megy, hogy jobb oldalt ültök, és akkor viszlek beleteket. És akkor majd beszélgetünk, fotózkodunk, élményt vezetünk, de a sebességváltókat nem fogom mondani nektek, mert nem értetek hozzá. Legfeljebb úgy, hogy fogod vezetni, és akkor én váltok, vagy én váltok egy rükvercet. Még abba belemegyek. Kicsit felizgattam magam, bocsánat. Egyébként egy nagyon élvezhető autóról beszélünk, és volt egy kis karbantartás. Ez csak a rüki oktatással kapcsolatban, ez így egy kicsit hitelesnek kell, hogy legyen, ezt így kell elmondani. Magad fele kihúzod, és akkor föltolod, nem pedig fogod, hogy feltekered, felgyomod. Hív a szerelmem, leteszem, hello, jövök vissza mindjárt.